Sportos reggelt kívánok mindenkinek! A Fuss az életedért rendezvény sorozatot több év óta rendezzük már meg, és úgy látom, hogy egyre nagyobb örömmel vesz részt rajta mindenki, egyre bővülnek a programok is, és lássatok csodát, én is egyre nagyobb örömmel veszek rajta részt. Ha valaki még emlékszik rá, 3 évvel ezelőtt még farmernadrágban voltam itt, tavaly már én is Szerkóban voltam, de nem futottam, most idén futni is fogok. Veletek együtt! Jegyezd meg! Oda bediktálod, mész oda, az Zoli bácsival vezet oda! 4-51! Jó! Jegyezd meg az idődet, mondom! Ötödik, nem, ötödik. Gyere! Hányszor futáltodik van? 12, 11. Mi osztálasz van? Hogy gyere! Jó, de jó. Gyere, Dávid! Gyere, Dávid!
12-28. Az időt jegyezd meg! 13-17, 13-19, 13-20, 13-37. Pedig az első hat lány és az első hat fiú évfolyamonként megkapja ezt a testnevelés ötöst. És akkor Zoli bácsi már itt van, most már minden pillanatokon velünk megérkezik Ildikó néni, és akkor nem lesz akadálya. Kezdünk, ha jól tudom, majd Zoli bácsi mindjárt mondja, és akkor a díjakat a polgármester úr, tehát Csulikné Bozó Éva, válogatott kézilabdás és Mohácsi Árpád válogatott kézilabdással fogják átadni a díjakat. Az első évfolyamban volt egy pici kavarodás, de bízom benne, hogy próbálták azért tisztázni, mert van, akik a József Attila utcán mentek, van, akik a Dózsa György utcán, ez még bocsánatos bűn, bízom benne, hogy jövőre ez nem fog előfordulni. A lányoknál harmadik helyezett Ragályi Fanni. Gratulálunk! Ragályi Fanni. Fanni megígérte nekem, hogy lesz oda. Ez igen. Fanni, várjál, még a polgármester úrtól is kap. Nagyszerű, és az ötös pedig én fogom majd beírni testnevelésbe. Ez igen. Gratulálunk, Fanni!